Jó estét kívánok a Facebook videó nézőinek és a stream hallgatóinak. Én Miks Rédai Csaba vagyok, ez pedig a VGKE hangos hírmondója, melyben a mai vendég G. Dobos Marian, a harmadik ECDC Találd meg a helyed projektkoordinátora és kommunikációért felelős munkatársa. Szervusz Marian! Szervusz! Hogyan kerültél ebbe a programba, hiszen a VGKE-hez te, mint a VGKE könyv megírója kerültél, ha jól emlékszem, 2016-2017-ben, most pedig projektkoordinátor vagy. Hát nagyon régi a kapcsolatom a VGKE-val. 2016 óta magam is dolgozom főállásban egy látássérült szervezetnél, ez az Informatika Látássértekért Alapítvány, ahol rehabilitációs tanácsadó vagyok és rehabilitációs mentor, és a rehabilitációs tanácsadónak az egyik feladata többek között a munkatanácsadás. Úgyhogy ezért választott Ági be engem is. És itt az ECDC-nél aztán tényleg van a munkatanácsadás, egyéb is, például sikeres önéletrajzírás. Hogyan lehet ez a csoporthoz csatlakozni, ami ugyan elméletileg privát Facebook csoport, de mégis bővíthető ez a privátság? Mik ezek a kritériumok? Mint hogy az egész programot a diplomás látássérültek elhelyezkedésének a segítésére találtuk ki és működtetjük, azokat a látássérülteket várjuk elsősorban, akik már szereztek diplomát, és vagy még nem helyezkedtek el, vagy munkahelyváltáson gondolkoznak, vagy pedig főiskolára, illetve egyetemre járnak, és hamarosan diplomát fognak szerezni. De természetesen, ha valaki jelentkezik, hogy ő már x éves, de még nem szerzett diplomát, de szeretne a csoportba részt venni, akkor ő is részt vehet benne. Nagyon sokféle megosztás található ezen a privát Facebook oldalon. Többek között az álláskeresésről, az életrajzírásról, illetve arról, hogy, és ez bizonyos szempontból egy kicsit érzékeny téma, hogyan is kell öltözködni, mik is azok a megjelenési formák, amiknek mindenképpen meg kell felelni. Hogy látod ebben, mi a helyzet mondjuk a fogyatékossággal élők esetében? Mennyire ismertek ezek a trendek? Nem mindig veszik ezeket komolyan. Ez abból is látszik, hogy az ezt megelőző ECDC projektben volt lehetőség stylisttel kapcsolatba kerülni teljesen ingyen, ami egyébként a normál piacon az igen drága lenne, egy-két óra. Elviszed a ruhádat, a sminkjeidet, a tanácsokat ad, mi áll jól neked, stb. És alig-alig jelentkeztek. És pedig nagyon fontos ugye az első benyomás, ezt mindnyájan tudjuk. Sokszor ez már elbillentheti a mérleg nyelvét a mi oldalunkra, vagy éppen az ellenkező oldalra, ha nem megfelelően öltözünk és viselkedünk. Amikor készülsz az állási interjúra, akkor gondold át, hogy annál a munkáltatónál, ahova jelentkezel, milyen az öltözködési stílus vajon. Mondjuk, ha egy bankba jelentkezel, akkor feltehetően a klasszikus öltöny, fehéring, vagy hasonló az, ami menő, de ha egy informatikai céghez, akkor inkább egy pulóver, farmer, stb. Mindig előnyt jelent, hogyha hasonlóképpen öltözik az is, aki megjelenik az állásinterjún, mint ahogy a cégben szoktak öltözködni az emberek, ez némi kutatást igényel. Nagyon fontos, hogy aki álláskeresésnek indul, az vegyen segítséget igénybe. Hogyha viccelni akarnék, akkor azt mondanám, hogy és ne csak telefonos segítséget, mint a vágó műsorban annak idején. Tehát nyilván, még hogyha mondjuk gyengénlátó is, akkor is fontos esetekben kérje ki a családtagjai vagy barátai véleményét, hogy már nem is az állásinterjún, hanem már előzőleg például annak a fotónak a kiválasztásában, amit mellé kell a szakmai önéletrajzhoz, sőt, mi több, a szakmai önéletrajz formájának a megmintázásában is. Ezek a formai dolgok részben mutatják, hogy az illető mennyire profi, mennyire hozzáértő, illetve lehetőséget adnak arra, hogy egy kicsit kitűnjön a többiek közül, hiszen a HR-esek vagy a szakmai vezetők
akik kézbe kapják ezeket az önéletrajzokat, rengeteget kapnak egyszerre, és nekik nagyon gyorsan kell dönteni. Tehát valakivel nézessék meg, vegyenek fel több ruhát, ne sajnálják rá az időt. Egyébként is mindenképpen érdemes kétféleképpen is felkészülni az állásinterjúra. Egyrészt magadról ír össze, azt mondom, ír, és ez nagyon fontos, mert akkor be tudod gyakorolni, írj össze bizonyos kérdésekre megfelelő válaszokat. A másik, hogy legyen arra energiát, hogy felderítsd a cég és annak az állásnak a főbb jellemzőit, ahova te jelentkezel. Ezt ugye meg lehet tenni a cég honlapjáról, Facebook oldaláról, rákereshetsz interjúkra, amiket a cég vezetőivel készítettek nem régiben, és ez azért nagyon fontos, mert amikor majd rákérdeznek, hogy te, és ez várható, hogy te miért szeretnél ott dolgozni, mi az, ami téged vonz, akkor tudsz a cégről valós információkat adni, és megfelelő lelkesedéssel tudsz arról beszélni, hogy ez téged érdekel, és ez passzol a te tapasztalataidhoz és eddigi erősségeidhez. Az állásinterjúkon nagyjából ugyanaz a 30-40 kérdés szerepel, sokszor ennyiig el se jutnak, amelyek néhány kategóriába oszthatók. Egyrészt vannak a szakmai jellegű kérdések, hogy meséljen önmagáról. Ez nem azt jelenti, hogy az életutadat akarják hallgatni, vagy hogy tegnap hol jártál és mit csináltál, mert hogy szép nyári nap volt, hanem mindig szorítkozz arra a szakmai részre, ami meg volt hirdetve az állással kapcsolatban, amire odaírták, hogy ezek az elvárások, és ezek, amik plusz előnyt jelentenek, ha valaki ezekkel rendelkezik, és ezeket úgy 8-10 évre visszamenőleg mutasd be. Persze, ha nagyon fiatal vagy, akkor nyilván nem lesz neked cégeknél ennyi tapasztalatod, de ami ide behozható, hogy például országos diákköri versenyen indultál ilyen és ilyen témából, ugye ami az ő szakterületükhöz kapcsolódik, vagy hogy neked már van némi vezetési gyakorlatod, mert csoportokat vezettél ekkor meg akkor, akár online is. A legfontosabb, hogy kiderüljön ebből, hogy te milyen szaktudással rendelkezel, amit ez a munkáltató hasznosítani fog. Ezek az egésznek rövidnek kell lenni, körülbelül 2-3 percnek maximum. Ne nyújtsd el az elejét, mert akkor a többi fontos dologra már nem fog annyi idő jutni. Szokták javasolni, nem csak az állásinterjúval kapcsolatban, hanem minden fontos célunkkal kapcsolatban, hogy írjuk le. Erről sok felmérés van amerikai egyetemeken, hogy akik leírták a céljukat, végzett egyetemisták, azok sokkal többet elértek belőle 10 év múlva, például, mint akik nem írták le. És igen, az állásinterjúra pont úgy kell készülni, mint egy vizsgára. Lehet tudni, hogy a munkáltató mire kíváncsi, ne ott hebegjél, habogjál és szedd össze a gondolataidat, hanem ezeket szépen írd le egész mondatokban, és akkor jobban tudsz odafigyelni például a nonverbális kommunikációra, mert az is fontos a felvételnél, hogy szimpatikus legyen az az ember, arra felé forduljon, aki beszél hozzá, némileg abban a stílusban válaszoljon, ahogy őt kérdezik. Meg fogják kérdezni, hogy miért pont erre az állásra jelentkezett, miért szeretne nálunk dolgozni, és most kell kifejteni a motivációt, ami nagyon fontos, mert ebből, ha te motivált vagy, akkor azt fogják érzékelni, hogy te szeretnéd ezt az állást, és valóban lelkes vagy, és olyan ember nyilván jobban is végzi a munkáját, aki érdeklődik őszintén mélyen az állás iránt. Nem érdemes hazudni semmilyen vonatkozásban, mert azt a tapasztalt interjúztatók hamar kiszűrik. Nagyon valószínű, hogy rákérdeznek arra, hogy miért jöttél el az előző munkahelyedről, és ilyenkor ne patítsd le a kérdést azzal, hogy új kihívásokat szeretnék megpróbálni például, hanem nyugodtan mondd azt, csak ne merüljél bele nagyon a részletekbe, hogy mondjuk a főnökömmel nem volt egyforma az értékrendszerünk, és ebből adódtak konfliktusok, és ezért változtam, vagy hasonló, de ez is legyen rövid.
őszintének kell lenni, de nem kell őszinteségi rohamot kapni. Az állásinterjún, ha minden jól megy, egyszer csak szóba fog kerülni, ugye maga a kereset is. Azt tanácsolják a szakértők, hogy ne az elején mondjuk meg ezt az összeget, próbáljuk meg minél inkább kitolni, mert ha folytatódik, akár többkörös állásinterjú lesz, akkor közben megerősíted azt a benyomást, hogy ő neki te rád szükséged van, és akkor így neked jobb lesz az esélyed. Soha ne sávot mondjál, hogy nem tudom én, 250 ezer és 320 ezer között mondjuk, mert akkor mindig az alsó összeget fogod megkapni, hanem mondjál egy kicsit többet, mint amire gondolsz, és ez nem esik annyira távol az ő számukra, hogy úgy gondolják, hogy ez teljesen lehetetlen, hogy ezt megadják, hanem akkor lehet alkudni. A béltárgyalásról igenis lehet megfelelő stílusba, de ehhez egyrészt az szükséges, hogy aki jelentkezik, előtte informálódjon, hogy abban az állásban, abban az életkorban lévő emberek például mennyit szoktak keresni, mert akkor nem fog baktába számokat mondani. Ezt is több helyen fel lehet deríteni. Próbálj meg ismerősöket keresni, akik vagy annál a munkáltatónál dolgoznak, vagy hasonlónál, de az interneten is több helyen erre rá lehet keresni. Ezek tehát fontos dolgok, hogy felkészüljünk, és felkészülten menjünk, és akkor biztosan nagyobb sikerrel vesszük az akadályt, mint azok a jelentkezők, akik elmennek az állásinterjúra különösebb felkészülés nélkül. Mi a helyzet azokkal, akik az első állásinterjúra készülnek, nagyon fiatalok még, ők hogyan tudnak gyakorlatot szerezni ebben? Egyrészt gyakorolhat egyedül, ismerőssel, baráttal, családtaggal, nézhet az interneten, olvashat erről cikkeket, annyi elég. Mi lehet az a plusz, ami ezeknek a kötelező dolgoknak a megtétele után vonzóbbá tehet egy látássérült munkavállalót a munkaerőpiacon, aminek a nevébe is benne van, hogy piac, vagyis az a feladat, hogy eladjuk magunkat rajta? Nyilván nincs egyetlen olyan titkos módszer, amit én most el tudok árulni, amivel majd aztán minden látássérültet felvesznek oda, hova jelentkezik, de először is fontosnak tartom, hogy a motivációs levélbe, amit akkor is ajánlatos csatolni az önéletrajzhoz, hogyha ezt külön nem kérik, egyen szót arról, hogy ő látássérült, de ezt egyfajta kifogáskezeléssel kezelje azon nyomban, tehát írja oda, hogy de ezzel együtt ő ilyen és ilyen számítógépes programokat gond nélkül tud használni, önállóan közlekedik segédeszközzel, tehát mire oda kerül a kiválasztás folyamán a bírálók elé az állásinterjún, akkor ők már ezekkel tisztában legyenek. Tartotok az ilyen fajta kifogáskezelésekről például, vagy akár egy önéletrajz sikeres megírásáról tanfolyamokat, vagy az írásokból lehet ezeket megtanulni? Erről majd lesz külön poszt itt a csoportban, az önéletre, az írásról, illetve a motivációs levél írásról. Elmondanám, hogy én hosszú ideig tagja voltam és aktív résztvevője annak az embernek, itt most ez ugye nem a reklám helye, tehát nem nevezném meg, aki Magyarországon az egyetlen okleveles önéletrajz szakértő és elhelyezkedési tanácsadó, és ezt a képesítését Amerikában szerezte meg. Az ő programjának része volt 4 egésznapos tantermi tréning, amin külön volt szó egy-egy napon a önéletrajzírásról, motivációs levélről, az állásinterjúról, bértárgyalásról, és a Facebooknak, illetve a LinkedInnek a szerepéről a kiválasztásban. Tehát erről hosszasabban lesz szó, illetve tudok majd ajánlani olyan alapítványt, ahova, ha beküldik az önéletrajzot az érdeklődők,
akkor ott a munkatanácsadó, aki egyébként szintén látássérült, segít az önéletrajz, hogy mondjam, felfejlesztésében. Gondolkozom azon, hogy elvállalom mondjuk, vagy esetleg egy-két sikeres látássérültel, akikről ugye kisfilm látható itt, elvállaljuk, hogy ha beküldenek hozzánk önéletrajzot, ahhoz adunk tanácsot, hogy mitől lehetne jobb. Ez már a harmadik ECDC program, és az első kettőben volt a sikeres látássérültek klubja, és több kisfilm is látható az oldalon olyanokkal, mint Lengyel Zsófi, Makádi Zsófi, Ósvári Áron. Hogy... Igen, és én is. Hogy látod, mennyire motiválóak ezek a kis videók ahhoz, hogy merjenek látássérültek próbálkozni, akár a továbbtanulással, ugye a pályaorientáció első része, hogy továbbtanulás, akár mondjuk azzal, hogy megpróbálkozzanak egy nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni, mondjuk egy versenyszférában, akár egy versenyképes fizetésért. Érdeklik a látássérülteket ezek az emberek, mert sokan megnézték a kisfilmeket, és hát egy-egy visszajelzést is kapunk. Nagyon szuper a Facebook ilyen szempontból, mert azonnal látod, hogy hányan nézték meg azt a posztot, vagy azt a filmet. Mi más lenne motiválóbb, mintha szembesülnénk azzal, hogy van egy gyakorlatilag ugyanolyan élethelyzetben levő ember, mint mi, akinek sikerült leküzdenie a hátrányokat, amik ebből a látássérültségből adódnak, és sikereket értek el. Nekik elhisszük. Ha más mondja, akkor azoknak nem hisszük el. Azért van létjogosultsága egy ilyen zárt csoportnak is, mert személyre szólóan jóformán tudunk itt helyzeteket bemutatni, vagy tanácsokat adni, mert egészen más tanácsot adnak egymásnak, mondjuk az operaénekesek, hogy ők mit csináljanak, hogy jobb legyen a fellépésük, vagy hogy több helyre hívják őket. Tehát nyilván egymást tudunk a legtöbbet tanulni. És akik szerepeltek, azok mind rendkívül közvetlen kedves emberek, úgyhogy tervezem is azt, kettőjükkel már meg is beszéltem, és örömmel mondtak igent, hogy majd lesz egy olyan hét, amikor lehet kérdezni egy-egy sikeres látássérültől, én összegyűjtöm a kérdéseket, és utána elküldöm, és ő meg majd válaszol rájuk. Tehát, hogy ne csak egy irányú legyen a kommunikáció, hanem ez egy igaz interaktív oldal legyen. A Facebook oldalon lehet olvasni az IBM Six Ability programról. Hogyan tudnád összefoglalni, mi is ez a program, és ebben hol helyezkedik el az ECDC? Az előző ECDC projektben fő célunk volt, hogy összehozzunk munkáltatókat látássérült érdeklődőkkel, illetve a munkáltatókat érzékenyítsük, hogy megtudják, hogy látássérültek is képesek például mondjuk számítógépen dolgozni, mert ez sok mindenki nem hiszi el, amíg nem látja. És ennek kapcsán voltunk az IBM-ben is, ahol a megbeszélésen, a workshopon kiderült, hogy ők évek óta szerveznek kimondottan fogyatékossággal élőknek egy ismerkedős és fejlesztő programot, és azért Ability Six a neve, így angolul, hiszen ők angolul dolgoznak, mert ez 6 hónapig tart, nem egyfolytában, hanem minden hónapban egy napot, amikor különböző témákra készítik fel őket, illetve témákat gyakorolnak. Például volt ilyen, hogy CV klinika, amikor azzal foglalkoztak, hogy hogy kell jól megírni egy önéletrajzot. Na most sokan összekeverik az önéletrajzot egy ilyen lexikális bemutatással, hogy ők mi mindent csináltak az életbe, holott az önéletrajzot úgy kell felfogni, mint egy marketing eszközt, ahol kiemeled a lényeget, arra irányítod a fókuszt és a információkat és ha szerint csoportosítod, nem kell mindent, a legfontosabbakat ahhoz, hogy elérje a célját, és éppen ezért minden egyes állásra, minden egyes céghez saját önéletrajzot kell szabni, hiszen az ember élete elég gazdag, mindenki több mindennel foglalkozott, de mindig csak azt kell beleírni, ami ott lényeges, és amire ott éppen munkatársat keresnek. Azon kívül szimulálták az állásinterjúkat telefonon is, és élőben, személyesen is, főleg most a járvány idején
a telefonos, sőt a kis videós állásinterjúk kerültek előtérbe, tehát erre is fel kell készülni, és angol tudásukat is tesztelték a jelentkezőknek, hiszen ott ugye angol a munkanyelve, sőt már a telefonos interjún is elsősorban angolul beszélnek velük, és így ennek a kapcsán igen jól megismerik a IBM munkatársai a jelentkezőket, könnyebb így bejutni. Na most Raskovics Adél elmondta, ő vele minden egyes oktató, hát aki nem más volt, ugye, mint a IBM egy-egy munkatársa, el tudta volna képzelni a jövőbeli közös munkát, de ehhez például informatikai hátteret kell az IBM-nek teremtenie, mert nekik saját belső informatikai rendszerük van, amihez alakítani kell a beszélő programot, illetve hát nyilván mindig úgy van az, hogy amikor üresedés van, akkor tudnak valakit felvenni. Adélnak jelezték, hogy majd fognak szólni, aztán ez egyelőre nem történt meg, de azért találkozott két olyan fogyatékos munkatársal, akit az IBM Six után vettek fel régebben, tehát ez egy lehetséges dolog. Kiukadtunk egy nagyon fontos kérdéshez, mégpedig a nyelvtudás kérdéséhez. Hogy látod ebben, hogy vannak eleresztve a fogyatékossággal élő kezdő, vagy akár gyakorlottabb munkavállalók? Hát én úgy tudom, hogy sajnos nem a legjobban. Pedig ez szinte minden állásnál feltétel. Lássuk be, általános iskola óta tanulnak a fiatalok, gyerekek valamilyen idegen nyelvet, legtöbbször angolt. Ahogy egy barátnő mondta régebben, ma már az angol tanulást nem lehet megúszni. Ez az, amivel egyébként például Európa bármelyik országában el lehet boldogulni, főleg a fiatalabb generációt tekintve. Éppen most fog felkerülni hamarosan egy poszt a nyelvtanulásról. Találtam egy nagyszerű sorozatot a YouTube-on. A Debreceni Egyetem Hallgatói Központja készítette tanárokkal együtt, és itt egy nyelvtanár rengeteg lehetőséget felsorol a nyelvtanulásra, részben azoknak, akik még egyetemisták, részben azoknak, akik már nem egyetemisták, egyetemen kívüli lehetőségekről van szó, amit nyilván tudunk, hogy rengeteg ingyenes kurzust meg lehet találni az interneten, aki egyetemre jár, annak biztosítanak, biztos, hogy minden egyetemen, nem csak a Debreceni Egyetemen, számos olyan nyelvi kurzust, ami még kreditet is ad, tehát az nekik mindenképpen egy plusz lehetőség. Vagy az egyetemeken ma már sok külföldi diák tanul, lehetséges nekik például bekapcsolódni a külföldi diákok angol nyelvű képzésébe, akik ugyanazt a szakmát tanulják, csak angol nyelven el tudnak menni Erasmus és Tempus közalapítvány mobilitási programjával külföldre 3 hónapra, 1-2 szemeszterre, és ahogy a hölgy elmondta, hogy az ő családjából is 2 gyerek részt vett ilyenen, és nem került többen, mintha itthon fizette volna az albérletüket, étkeztetésüket, ruházkodásukat, a hétvégi buliukat, de megnéztem a Tempus közalapítvány oldalát, a nehéz anyagi helyzetűeknek még külön támogatást is adnak. Tehát ez vonatkozik mondjuk az egyetemistákra, lehet szókártyákat venni, lehet beiratkozni a British Council-hoz, vagy az osztrák intézetbe, nekik is van saját nyelvvizsgájuk, ezt egyszerűen komolyan kell venni, és ott ne tévesszem meg senkit, hogy most éppen megkapták a diplomát nyelvvizsga nélkül is a hallgatók, ez nem marad így örökre, és a munkáltatókat egyébként nem is a papír érdekli, hogy van-e neki nyelvvizsgája, hanem hogy tud-e, vagy nem tud. Én magyar-német szakon végeztem. Amikor én jártam egyetemre, borzasztóan irigyeltük azt a fiút, aki Sopronban lakott, és ott lehetett fogni az osztrák tévét. Ma már ugye bárki tud angol, német, francia, spanyol, akármilyen nyelvű filmeket nézni, amik nagyban hozzásegítik ahhoz, hogy jól tudjon. Vagy ami egy közkedvelt dolog, hogy a YouTube-on mondjuk kedvenc külföldi együttesünket hallgatjuk, beírjuk azt a számot a keresőbe a Lyrics néven,
és utána lefordítjuk translate-tel magyarra, és akkor, ha úgy hallgatjuk, akkor jobban megragadnak kifejezések, mondatok. Van, amihez kell segítség, mondjuk ilyen szótanulókártyák alkalmazásához, attól függ, hogy például ki mennyire lát, vagy nagyon hasznosak a kétnyelvű könyvek, amikor az egyik oldala, nem tudom, magyarul van, a másik angolul. Erről mondjuk nincs információm, hogy ilyen milyen van fent az interneten, de hát, ha te tudsz róla valamit. Egyrészt vannak ilyen könyvek is az interneten, másrészt egyébként például informatikai képzés is nem kettő van kifejezetten látássérülteknek, tananyag is van látássérülteknek. Tehát én úgy gondolom, hogy akár a ti megoldásaitok, akár ezek a megoldások is valós megoldások, és olyan megoldások, amelyek működnek. És bizonyítja ezt az is, hogy tényleg nagyon sok olyan videó van fönt, ami sikeres látássérültről szól, és aki adott esetben nyílt és versenyképes fizetést kap, annak ellenére, hogy fiatal látássérültekről van szó, vagy legalábbis még 40 éves kor előtti látássérültekről van szó elég sokszor ezekben a videókban. És az IBM egyébként tökéletesen megmutatja azt, hogy itt nagyon gyorsan kiderül, hogy valaki hogyan szerzett nyelvvizsgát, leülnek vele beszélgetni, vagy tud beszélni angolul, vagy nem. Pontosan így van. Igen, és hát ezt nem egy nyűgnek kéne felfogni, hanem egy folyamatos kibontakozási lehetőségnek. Ugye van egy ilyen mondás, hogy ahány nyelvet tudsz, annyi ember vagy, mert hát a nyelvvel jön a kultúra, és egy csomó mindent megismerhet jobban általa, mint ha csak magyarul akar valaminek utána nézni. Ez a harmadik ECDC program mikor indult, és meddig fog tartani, és mik a céljai ennek a programnak? Mondjuk a korábbiakhoz képest változott-e bármiféle cél? Hát a cél az ugyanaz, mint eddig is, hogy a diplomás látássérültek munkaerőpiaci helyzetén javítsunk többféle eszközzel. A projekt az másfél éves, és tartalmazza azt, hogy szintén munkaadókkal kapcsolatba kerüljünk, és nekik közvetítsük a látássérültek képességeit, lehetőségeit, mert ugye ezzel nincsenek tisztában, ez sokféle felmérésből kiderül, hogy sokszor azért nem vesznek fel mondjuk látássérült jelentkezőt, mert tartanak attól, hogy úristen, majd itt semmit nem fog tudni csinálni, vagy csak nagyon keveset. Mi személyes kapcsolatban fogunk kerülni munkaadókkal, illetve az is terv, hogy egyetemi közegben, különböző klubokban, különböző találkozókon megjelenünk egy-két látássérült fiatallal, és ott előzetes szervezés után lehetőséget adunk neki bemutatkozásra, és hogy a többi egyetemista is kérdezzen tőlük. És hát természetesen folytatjuk ezt a Facebookos csoportot. Tehát akkor ez egy olyan szemléletformálás, ami kifejezetten az egyetemista létet, egyetemista életet könnyítheti meg, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedést, amiért én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon hiánypótló kezdeményezés, hogy ez létrejött. Tehát nagy szükség van, igen, mert van például egy diplomás pályakövető rendszer, és ebből is kiderül, hogy úgy általában most csak a fogyatékosokat nézik, annyira itt nem volt részletezve, hogy milyen típusú fogyatékossággal élő, de ugye a fogyatékossággal élők messze le vannak maradva olyan szempontból, hogy mennyi idő alatt találnak munkát, milyen típusú munkát találnak, mennyire fizetnek meg a munkájukat, de abba is le vannak maradva, és ez ellen könnyebb tenni, én úgy gondolom, hogy már az egyetemi idő alatt elmenjenek dolgozni, mert ez egy sokkal könnyebben kivitelezhető dolog, akár önkéntes munkára. Itt az derül ki a felmérésekből, hogy minden ötödik embert aztán fel is vesznek abba a munkakörbe, de sokkal kevesebb fogyatékossággal élő vág ebbe bele. Tehát szeretnénk az ő horizontjukat is tágítani információkkal. Egyáltalán nem csak az egyetemistáknak szól ez. Az előző programunkban például részt vett 40 éves úriember is, aki nem sokkal azelőtt lett látássérült, és sokszor ugye ez azzal jár, hogy egyben a munkáját is elveszíti, mert mondjuk azt a típusú munkát már nem lehet látássérültként végezni, és hát őt is befogadtuk a csoportba.
amihez már most nem is tudom, én 61-en csatlakoztak. Igen, itt van éppen. Nézem. Tehát akkor ez a szemléletformálás, ez nem csak az úgymond épp társadalom felé formál szemléletet, hanem bizony a fogyatékossággal élők társadalmában is, amire szintén óriási szükség van. Igen, ezt elmondja Makágyi Zsófia például a kisfilmjében, hogy egy látássérültnek több bátorsággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy elinduljon egy olyan úton, ami nem egy kitaposott. Tehát gondolom én, hogy ő, amikor elkezdett pszichológusként dolgozni, akkor szintén így meglepetést keltett, illetve nem adott tudták hova tenni, hogy ő vajon mire alkalmas és miért ezt csinálja. És amint bizonyított egy idő alatt, akkor már utána természetesnek elfogadták. De kezdetben ez mindig egy nagy összeszedettséget és egy merészséget kíván. És hát ezt kívánjuk mindenkinek. Ahogy a ti utatok is, én úgy gondolom, hogy ezt kíván, hiszen annak ellenére, hogy ez a harmadik program, nagyon sok még az akadály, nagyon sok még a ledöntendő fal, sajnos mindkét oldalon, és én nagyon-nagyon sok sikert kívánok ezeknek a falaknak a döntögetéséhez nektek. Köszönöm szépen! Én pedig neked köszönöm a beszélgetést, Marian, és önöknek a figyelmet, kedves nézők, kedves hallgatók. Búcsúzik mára a VGK hangos hírmondójával Miks Lédai Csaba. Ajánlom figyelmükbe az elérhetőségeinket, Facebook oldalunkat és a közösségi lámpásaink Facebook oldalát, illetve weboldalunkat, melynek címe vgk.com. A műsor e-mail címe hangoshirmondokukac@vgk.com, melynek korábbi adásai a YouTube csatornáinkon visszahallgathatóak és visszanézhetőek. A következő hangoshírmondót hétfőn hallgathatják meg, elindítjuk vendégváró sorozatunkat, melyet már korábban beharangoztunk, de hogy ki is lesz a vendég, hát ez derüljön ki szombaton, a vendéggel már elkészült az interjú, de önöknek még szombatig várni kell erre.